A megye és a megyeszékhely legjobb általános iskolája lett a Nyíregyházi Kodály Zoltán általános iskola, országos szinten pedig az előkelő 40. helyet érte el. Az eredményt az elmúlt 5 év kompetencia mérései alapján határozta meg az oktatási hivatal. Vendégem a stúdióban a Nyíregyházi Kodály Zoltán általános iskola intézmény vezetője, Balogné Németh Szilvia. Köszöntöm a 35 PES stúdiójában. Ez mennyire lepte meg Önöket ez a hír? Hát, ha őszinte akarok lenni, akkor egy kicsit meglepett, és egy kicsit nem. Akkor indokoljuk mindkettőt. Meglepett azért, mert több ezer iskola összehasonlításáról van szó, és ilyenkor persze az ember szíve megdobban, hogy 40. főleg úgy, hogy valóban a megyében legjobban teljesítettünk, és én mögé néztem a statisztikának, és az előttünk végző 39 intézményből azért 26 budapesti, amelyek matematika tagozata, humán vagy akár gimnáziumi képzést is kínálnak a gyerekeknek, és azt is megnéztem, hogy a legjobb iskola, és köztünk csupán 21 pont volt az 500-as skálán. Tehát ha így nézzük, akkor nagyon meglepett az eredmény. Ha pedig úgy nézzük, hogy nem egy siker ez, hanem hosszú évek munkája, minden évben van országos kompetenciamérés szövegértésből és matematikából, és amikor a gyerekek ezt megteszik, utána az oktatási hivataltól kapunk egy hivatalos értékelést, és mi ezt mindig elemezzük, megnézzük, és ott a megyeszékhelyi nagy általános iskolák között is, ami közel 300 iskola, a felső 5%-ban szoktunk helytállni, úgyhogy ezért mondom, hogy egy kicsit nem lepődtünk meg, de hát azért az öröm az kétségtelen, hogy nagy. Hát hiszen tartani kell a szintet, ugye? Tehát, hogyha eljut valahova egy intézmény, akkor már csak magai és az odajáró gyerekek miatt is ugye a szintet tartani kell. Ugye említette, hogy minden évben van a kompetencia mérés, na de nem volt ez mindig így. Mióta vannak ilyen mérések? 2003-tól van általános iskolában, 6. és 8. évfolyamos diákok körében teljes körű felmérés. Ennek az idejét az mindig a tanévrendje rendelet határozza meg, tehát ezen a napon a diákok a tankötelezettségüket ezzel teljesítik. Ha most visszakanyarodunk ehhez az 5 évhez, ez azt jelenti, hogy nálunk 2 osztály van párhuzamosan egy-egy évfolyamon, tehát matematikából körülbelül egy 600 és szövegértésből körülbelül egy további 600 kérdői feladatlap eredménye most elért. A Kodály Általános Iskola mindig is így produkált, vagy valamilyen emelkedő tendenciát lehetett érzékelni? Ahogy mondtam, hogy általában a felső 5%-ban szereplünk, de én az alapkompetenciák, ugye szövegértés, olvasás, számolási készség, stb. Mellett szeretném a Kodály vonatkozásában kiemelni az úgynevezett generikus kompetenciákra való koncentrációt, és ez nem egy intézményvezető gondolata, nem egy pedagógusé, hanem egy tantestületé. Ez azt jelenti, hogy amit leginkább a munkavilágába is majd kamatoztathatnak, vagy középiskolás korukban a diákjaink, legyen ilyen a felelősségvállalás, az elkötelezettség, a csapatmunka, a tolerancia, az érzékenység. Tehát ez sokkal összetettebb dolog, és úgy gondolom, hogy ez nem is áll meg az iskola kapujában, hanem nekünk az az elvünk, hogy az életre neveljük a gyerekeket. Ezt erősítik meg a tanítási órákon, a munkamódszerek, munkaformák, ahogy mi szoktuk mondani, igyekszünk a 21. századnak megfelelni, de még klasszikus értelemben is, pedagógus személyiségét előtérbe helyezve tanítani, de ugyanezt erősítik meg a közösségi élmények, a szakköri foglalkozások, a sportéletünk, hát és nem beszélve természetesen a zenéről. Így van, ami által mondhatjuk, hogy világhírű ugye a Nyíregyházi Kodály Zoltán általános iskola. Ugye ez egy csodálatos dolog, egy rang, hogyha fogalmazhatok így, és óriási felelősség is, azt gondolom a jövőre nézve mindig. Meg lehet-e azt válaszolni egyáltalán azt a kérdést, hogy miért választják a Kodály iskolát a gyerekek szülőstől, vagy a szülők gyerekestől? Igen.
Meg lehet, bár inkább átérezni lehet, de néhány évvel ezelőtt a hozzánk jelentkezők körében igen széles körű mintavétel után egy kérdőívet készítettük és osztottuk ki a szülőknek, és ők készségesen vállalkoztak arra, hogy megválaszolják. Ebben többek között azt is kérdeztük, hogy miért választottak bennünket, és alapvetően az erősödött meg, hogy nem feltétlenül zenei pályán képzelik el további sorsát a tanulóinknak, hanem az a fajta igény, hogy egy kulturált környezetben komoly zenét szerető, ismerő, tudó, egyfajta alapműveltségre szertevő, bár úgy gondolom, hogy nem általános iskolai fokon, neveljük a gyermekeinket 8 éven keresztül, és aztán utána tovább tanulva legyenek ilyen habitusú, ilyen értékrenddel rendelkező felnőttek, akár műszaki pályán, akár közgazdasági pályán képzelik el, vagy pedagógusként és egyebek magukat. Tehát alapvetően a szülők magukévá teszik az iskola filozófiáját, és ez egy sajátos atmoszféra. Végül azt szeretném megkérdezni, hogy ön, amikor az intézmény első embere lett, akkor azt a kodályiskolát látta, vagy abba a kodályiskolába ment be, mint amelybe ezen a héten? Hát ez már nagyon régen volt. 16. évemet kezdtem most a kodályban, és legelőször nem is vezetőként találkoztam az intézménnyel, hanem a kisfiam is oda járt. Hogy ugyanaz az iskola, nem, hát az iskolának együtt kell lélegezni a körülötte lévő társadalommal, változásokra reagálnia kell, de eztől függetlenül is úgy érzem, hogy a klasszikus alapértékekben ugyanaz az iskola maradt. Tehát a válaszom az, hogy igenis és nem is, és ez így van jól. Köszönöm szépen a beszélgetést, és hasonló sikereket kívánok a jövőre nézve is. Én is köszönöm szépen.